27 EU tagállam külpolitikai tárcavezetői mai brüsszeli találkozójukon megállapodásra jutottak Szerbia Európai Uniós tagjelöltségével kapcsolatban. Ülésezett ma a szerbiai és a vajdasági parlament is, a tartományi képviselőház valószínűleg utolsó összejövetelét tartották ebben a mandátumban. Március 1-től Topolyán is ingyenes jogsegélyszolgálatot indítanak, hogy segítsenek a polgároknak a vagyon visszaszármaztatás és rehabilitáció folyamatában. 7 magyar tannyelven is működő vajdasági általános iskolát is beválasztottak Szerbia legjobb tanintézményei közé. Jó estét kívánok! Meg kell adni Szerbiának az Európai Uniós tagjelölti státuszt, javasolják az EU külügyminiszterei. A 27 EU tagállam külpolitikai tárcavezetői mai brüsszeli találkozójukon megállapodásra jutottak Szerbiát illetően. Az általános ügyek tanácsa holnap véleményezi a döntést, amelyet a hétvégi EU csúcson véglegesíthetnek az EU állam és kormányfői. Miután Pristina és Belgrád között megszületett az egyesség pénteken, elhárult az akadály Szerbia tagjelöltsége elől, mondta Alain Juppé, francia külügyminiszter a brüsszeli találkozó egyik szünetében. Az EU tagországok külügyminiszterei támogatták Szerbia tagjelöltségét. De toda a conveniência para a União Europeia dar, como Portugal tem apoiado que dê, o estatuto de candidato à União Europeia. Friso bem, nós não estamos a falar da Sérvia, como já falamos da Croácia, membro da União Europeia. Estamos a falar da possibilidade de um dia vir a ser membro da União Europeia. E se a Europa abrir as suas portas à Sérvia e a Sérvia fizer o seu caminho, nós estaremos a contribuir para que haja paz e estabilidade nos Balcãs. Ora, todos sabemos o que é que foi a instabilidade e a guerra nos Balcãs, para não ir mais atrás, só no século XX. Ora, e portanto, é por isso que Portugal tem apoiado desde o início a concessão do estatuto de candidato à Sérvia. Hoje foi dado um passo grande nesse sentido. Vamos ver se as últimas reservas se resolvem até dia 2. Catherine Ashton, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint az európai integráció szempontjából hatalmas előrelépés a Belgrád és Pristina közötti megegyezés. Boris Tadic szerb államfő az uniós országok külügyminisztereivel és Catherine Ashtonnal folytat megbeszéléseket. A tanácskozások fő témája a koszovói kérdés rendezése, valamint a Belgrád és Pristina közötti tárgyalások eredményeinek megvitatása. Only 2 days ago, an important agreement was reached between Belgrade and Pristina, which I believe marks a new turning point in moving forward. I want to pay real tribute, President Tadic, to your leadership. I want to pay tribute to the work that you have done and your colleagues have done to push forward in support of the future of your country. I hope tomorrow Serbia is going to reach candidate status. That is going to be a very important step towards full membership in European Union in the future. But this is not the end. This is not the end. I'm expecting tomorrow your work and work of your colleagues is going to be very fruitful, and I think that Serbia is deserving candidate status. This is not only about me and my team, this is about Serbian people. Az általános ügyek tanácsának miniszterei holnap a külügyminiszterek javaslata alapján döntenek Belgrád tagjelölti státuszáról. A hivatalos és végleges döntést pedig a 27 EU tagállam vezetőinek csütörtöki, illetve pénteki találkozója után teszik közzé. Március 13-án írják ki a köztársasági és önkormányzati választások időpontját jelentette be a szerbiai képviselőház elnöke. Slavica Djukić Dejanović elmondta, hogy a választások az egész országra vonatkoznak, kivéve azokat az önkormányzatokat, ahol időközi voksolásra került sor, mert az ottani vezetők mandátuma még nem járt le. A választások várható időpontja április 29-e vagy május 6-a. Ülésezett ma a szerbiai parlament, a korábbi hírek arról szóltak, hogy ebben az összetételben már nem fog ülésezni a képviselőház. A szerb megújulási mozgalom képviselői visszatértek a padokba, így a hatalmi koalíciónak ismét adott a többsége a törvények elfogadásához. A szerbiai parlament napirendjén szerepelt a helyettes ügyészek megválasztása, kinevezése és a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács tagjainak a megválasztása. A hatalmi koalíció 126 igen szavazattal döntött a személyi változásokról. Ezen kinevezések az ország igazságügyi reformjának szempontjából voltak fontosak,
azért, hogy gördülékenyebben, gyorsabban történjen meg ez a reform. Ezt követően, amikor a szavazás megtörtént, egy újabb ülés kezdődött el a mai délelőtt folyamán, melynek 27 napirendi pontja van. Ami érdekes, hogy ezen napirendi pontokban egyetlen egy törvény, illetve hát törvénytervezet külön valamilyen fegletéből nincsen az országnak, hanem arról van szó, hogy 13 hitelről és bankgarancióról van szó. Ezek a kölcsönök a szerbiai légitársaság és a Galenica fenntartása szempontjából fontosak. A napirenden szerepel még 14 nemzetközi és államközi egyezmény elfogadása. A napirendi pontokról valószínűleg szerdán szavaznak majd. Ma ülésezett a tartományi parlament, a képviselők egyebek mellett megvitatták az érdekütköztetési törvény alkalmazását és összehangolását a köztársasági rendelkezésekkel, valamint tárgyaltak a fejlesztési alap beolvadásáról a Vajdasági Fejlesztési Bankba. A tartományi képviselőház ismét elvetette a Szociáldemokrata Liga arra vonatkozó javaslatát, hogy tűzzék napirendre Vajdaság kártalanításának kérdését, mert szerintük a tartománynak vesztesége származott a szerbiai kőolajipari közvállalat eladásából. Ezután szavazattöbbséggel elfogadták a kezdeményezést, hogy össze kell hangolni a tartomány szintjén alkalmazott érdekütköztetési törvényt a köztársaságinak a rendelkezéseivel. Tehát mert ott az volt, hogy akik egyéni mandátumban szereztek helyet, azok maradhattak volna mandátum végéig több tisztségen is funkcionálni. Most ez valójában, ez már most már nem így van, a köztársasági rendelkezések véget, és hát ennek az összeegyeztetése történik meg. Az ellenzék erélyesen bírált a tartományi fejlesztési alapnak a Vajdasági Fejlesztési Bankba történő beolvasztását. A radikális párt, valamint a szerbiai demokrata párt szerint ez még egy meddő kísérlet arra, hogy az egykori Metalsbankból létrejött fejlesztési bank küladóságait és tisztázatlan ügyeit rendezzék. Már legalább két éve bíráljuk a képviselőházban a tartományi fejlesztési alap, meg a fejlesztési bank működtetését. Nehezményezzük, hogy a tartományi kormány jóváhagyásával 4 milliárd dinár értékű kötvényt bocsátanak forgalomba, csak hogy a bank erőre kapjon. Ez további eladósodást jelent. Bojan Pajtics tartományi kormányfő szerint a két intézmény összevonásával ésszerűbb ügyvezetés szavatolható. Pajtics bejelentette, hogy a köztársasági költségvetésből a tartományiba átutalt több mint 1,5 milliárd dinárból kifizetik azt a felgyőlemlett adóságot, mellyel a kivitelezőknek tartoznak. A Duna mentén élő nemzetek integrációjának perspektívája és együttműködési lehetőségei volt a témája a Vajdasági Képviselőház nyílt napjának, amelyre a vajdasági középiskolások, egyetemi hallgatók, illetve az önkormányzatok képviselői is ellátogattak. A Duna stratégia a határokon átívelő fejlesztési programok kidolgozásával és végrehajtásával segítheti a közép-európai térséget abban, hogy minél nagyobb mértékben lehessen felhasználni a 2013 végéig rendelkezésre álló uniós regionális fejlesztési kohéziós forrásokat. A stratégiának a megvalósítása, a lépésről lépésre haladó politika nagyon lassan indult be. Még mindig úgy tűnik, hogy csak a keret egyezményről, tehát a Duna stratégia kereteiről beszélgetünk, azokról a stratégiai célkitűzésekről, amelyeket meg kell valósítani, de még konkrét lépést, kevés konkrét lépést láttunk és látunk. De meg vagyok róla győződve, hogy ez változni fog a következő időszakban. A nyáron egyébként 6. alkalommal megrendezendő topolyai toleranciatábor vezértémája is a Dunai régió lesz. Megpróbáljuk Topolyára vonzani minél több európai régiós fiatalt, tehát egyben a fiatalok nagyon sokat köszönhetnek, vagy sok mindent megtanulnak Topolyáról, de szerintem ami sokkal fontosabb, hogy Topolya sokkal többet köszönhet ennek. Tehát úgy, hogy bemutassuk a külföldieknek Topolyát, új barátokat szereznek, úgy, mint mi házigazdák, úgy az európai fiatalok egymás között. Nagyon sok tapasztalatot gyűjtünk, sok embert megismerünk, tájakról szerzünk tudomást. Egeresi Sándor a képviselőház elnöke annak a meggyőződésének adott hangot, hogy Szerbia jó úton halad az EU felé, szerinte hamarosan elnyeri a tagjelölti státuszt.
Történelmi mélyponton van a ma a dinár az euróhoz képest. A hivatalos középárfolyam szerint 1 euró értéke 110 dinár 20 para. A szerb nemzeti bank a dinár árfolyamának enyhítése érdekében 30 millió eurót adott el a bankközi devizapiacon. Dejan Socskić, a szerb nemzeti bank kormányzója szerint felesleges a dinár instabilitása miatti aggodalom. A magyar-magyar civil együttműködés fokozása a célja a Nemzeti Együttműködési Alap márciusban megnyíló pályázatának, jelentette ki Latorcai Csaba. A nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár Szabadkán elmondta, a határon kívüli és anyországi civil szervezetek közösen pályázhatnak. A Nemzeti Együttműködési Alap január 1-én jött létre azzal a céllal, hogy biztosítsa a költségvetési forrásokat a civil szervezetek számára. Ezzel kapcsolatban tartottak ma fórumot a Szabadkai Népkör épületében. Latorcai Csaba nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár a Nemzeti Együttműködési Alaprendszerét ismertette a résztvevőkkel. Teljesen új pályázati lehetőségeket nyitott meg a magyar kormány a határon túli magyar, így a vajdasági civil szervezetek számára, és kimondottan a Nemzeti Együttműködési Alapból, ebből az új pályázati rendszerből a magyar-magyar civil együttműködést kívánjuk serkenteni és előmozdítani. Tehát a vajdasági szervezetek egy anyaországi civil szervezettel közös konzorciumban, tehát egy közös pályázó szervezetként pályázhatnak különböző programok támogatás finanszírozására. Kossuth Tamás szabadkai főkonzul elmondta, a konzulátus igyekszik segítséget nyújtani a civil szervezeteknek. Az anyaországtól, Magyarországtól azért rendszeresen érkeznek a támogatások, és hát ezeknek a struktúrálása is az elmúlt egy-két évben azért jelentősen előre haladt, hiszen megszületnek azok a stratégiák, aminek a mentén nem csak a megmaradást, hanem talán a gyarapodást is lehet segíteni a finanszírozással. A pályázatnak köszönhetően a jövőben várhatóan jóval megnő a Magyarországtól kért támogatások száma, mondta Molnár Verona, a Nyitott Távlatok civil szervezetének projektmenedzsere. Működik ez a Kárpát-medencei civil összefogás, úgyhogy itt azt gondolom, hogy ezzel a dologgal legalizáljuk ennek az együttműködésnek a lehetőségét, vagy még nagyobb teret adnak, vagy még nagyobb teret kapnak ezek az együttműködési lehetőségek. Általában a komolyabb, régebbi, de hát a mai civil szervezetek is, akiknek időszerű problémái, közösségi feladatai vannak, azoknak már vannak magyarországi partner szervezetei, tehát ez a lehetőség csak elmélyíti ezt a kapcsolatot. Március végétől 30 napon át lehet pályázni, az elbírálás pedig egy hónapig tart majd. Március 1-től Topolyán is ingyenes jogsegélyszolgálatot indítanak, hogy segítsenek a polgároknak a vagyon visszaszármaztatás és a rehabilitáció folyamatában. A Vajdasági Magyar Szövetség Zenta Gondorasi Lakossági Fórumán az aktuális mezőgazdasági fejlesztésekről is beszámoltak. Topolyán hamarosan pályázatot írnak ki azon termelők részére, akik műtrágyázásra fordítanák a vissza nem térítendő anyagi támogatást. A részletekről lakossági fórumon tájékoztatták az entagunarasiakat. 3 millió dinárt fogunk fordítani erre a célra. Terveink szerint 100 olyan fölműves családnak szeretnénk segíteni, akik a meghatározott korábban ismert formai feltételek mellett beszerezték, illetve megvásárolták saját eszközeiből a műtrágyát. Az entagunarasi lakossági fórumon a mezőgazdaság aktuális kérdései mellett a fő szerep a vagyonvisszaszármaztatásnak és rehabilitációnak jutott. Az entagunarasiak megtudhatták, hogy hol, milyen módon lehet megindítani a rehabilitációs eljárásokat, illetve beadni a vagyonvisszaszármaztatási igényeket. Józsa László elmondta, a vajdaságban 100 000 hektár vár arra, hogy visszakerüljön jogos tulajdonosához. Egy jelentős hányada a kérelmezőknek annyira komplikált tényállás és jogi helyzettel fog szembesülni, hogy azért ennél relevánsabb ügyvédi jellegű segítségnyújtásra is bizonyára szükség lesz. A lakossági fórumok után nagy az érdeklődés. Ez abból is látszik, hogy szép számban összegyűltek és számos kérdést intéztek az entagunarasi polgárok az illetékesekhez. A nagytatámtól vettek el 35 hektár szántóföldről van szó, és akkor azt szeretnénk, hogyha lehet visszaigényelni. Én is mezőgazdasággal foglalkozok, a családom is mezőgazdasággal foglalkozik. Mennyi földről van szó? Arról az oldalról, amit mondtam, a hegyesi oldalról, ott 50 holdról van szó, és itt pedig 240 láncról. A tervek szerint március 1-től lehet majd átadni a vagyon visszaszármaztatási kérelmeket.
Belgrádban befejeződött a 34. nemzetközi idegenforgalmi, a 8. vendéglátóipar és a 3. borászati kiállítás. Idén 36 ország több mint 1000 kiállítója vett részt a 3 napos rendezvényen. Nagyon nagy a forgalom a belgrádi turisztikai kiállításon, igazán sokan látogatták meg a magyar kanizsai és a környékbeli turisztikai szervezetek standját. Várhatóan lesz ennek eredménye az idei idegenforgalmi idényben. Minden évben nagyon jó. Azt gondolom, hogy az idei év még jobb lett az összes többinél. Valahogy olyan érzésünk van. A tegnapi nap teljesen 10 órától este 6-ig nyüzsgés volt, jöttek az emberek mindenféle területről, érdeklődtek, akár a rehabilitáció, akár a wellness, és az üzleti részben is. Én azt gondolom, hogy nagyon jó az idei vásár. A Magyar Turizmus ZRT standján bemutatkozott a Gyulai Várfürdő is. A maga a Gyulai Várfürdő, az ászlós hajója Gyulának. 8,5 hektáros a Gyulai Várfürdő terület, egy nagy botanikus kert, 250 éves fákkal, 20 medencével, fedett részleggel. A szerbiai polgárokat Budapest mellett természetesen a délalföldi kínálat vonzza. A szerb lakosság körében Magyarországon az egyik legkedveltebb turisztikai termék, tehát motiváció az utazásra, azok a fürdők, ami az említett Szeged és környéke, tehát abban a régióban is jelentős kínálatot tud felmutatni a szerb lakosságnak. A kiállítók egybehangzó véleménye szerint a még mindig húzódó gazdasági válság ellenére az idei kiállítás talán az eddigi legsikeresebb és a leglátogatottabb volt. Hét magyar tannyelven is működővajdasági általános iskolát is beválasztottak Szerbia legjobb tanintézményei közé. Ezek a Bácskertesi József Attila, a Muzsiai Szervó Mihály, a Csantavéri Hunyodi János, a Kisügyesi Adi Endre, a Magyar Kanizsa Jován Jovánovics Zmáj, a Zentai Steván Szeremác, valamint a Szabadkai Széchenyi István általános iskola. Az intézmények értékelésében az Oktatási Minisztérium mellett a nemzeti tanácsok és az iskola tanácsok is részt vettek, valamint figyelembe vették a diákok záróvizsgán elért eredményét is. Szerbiából összesen 61 iskolát választottak a legjobbak közé. A nevelés volt a központi témája az 5. közoktatási konferenciának, amelyet az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezett Szabadkán. Több mint 100 vajdasági magyar tanító tanár jelent meg. Az előadók Sopronból, Budapestről, Zentáról és Szegedről érkeztek. A tanítás, a tanár-diák viszony az utóbbi évtizedekben megváltozott, a két szereplő mára egyenrangú féllé vált. Az 5. közoktatási konferencián a vajdasági pedagógusok az új irányelvekről, új módszerekről hallhattak előadást. Dr. Varga László, a Soproni Benedekelek pedagógiai kar docense a gyermekévek fontosságáról tartott előadást, hangsúlyozva a pedagógus felelősségét a diák személyiségének kialakulása során. Az emberbe való beavatkozás, a jó szándékú beavatkozás lehetősége felnőtt korban már egyre inkább csökken. Tehát ott gyermekkorban kell megalapoznunk az emberi életet. Két nagyon fontos tényezője van ennek a megalapozásnak. Az egyik a biztonságérzet, az ingergazdag környezet, a másik pedig a szeretet. Egyebek mellett a pletyka tanításban és tehetséggondozásban betöltött szerepéről, illetve a humor és a képzőművészet kapcsolatáról is hallhatott a közönség. A konferenciánk az sokszor egy felvezető, bevezető a nyári akadémiára. Tehát ezeket a témákat bővebben a nyári akadémia folyamán tudjuk feldolgozni. A konferencián több alkalommal is elhangzott. Ma már nem a tanterv, hanem a diák áll az oktatás középpontjában. A pedagógusnak szem előtt kell tartania azt, hogy minden gyerek jó valamiben, és ezt a területet kell erősítenie. A tanárok azt mondták, egyetértenek az új trendekkel, de úgy érzik, a körülmények nem mindig adottak. Az osztálylétszám sokszor túl nagy ahhoz, hogy mindenkivel külön foglalkozzanak, és hiányos a technikai felszereltség is. Az általános iskolás tanulók pályaválasztását segítő pedagógus képzést szerveztek a hétvégén Magyar Kanizsán. A Magyar Kanizsai Regionális Szakmai Továbbképző Központban 3 napos előadássorozat kezdődött a 7. és 8. osztályos diákok továbbtanulásával, pályaválasztásával kapcsolatban. Célja, hogy olyan hasznos útmutatóval lássák el az általános iskolában működő, dolgozó pedagógus csapatot, akik a pályaválasztással foglalkoznak a 7. és 8. osztályos tanulókkal,
hogy műhelymunkákat, feladatlapokat, tehát olyan anyaggal, tudással és olyan anyaggal lássuk el őket, melyet hasznosítani tudnak a saját környezetükben. A képzésen a zombori, kúlai, szabadkai, zentai és magyar-kanizsai község általános iskoláinak pedagógusai vettek részt. Osztályfőnökként nagyon fontosnak tartom, hogy a diákok olyan szakmát válasszanak, ami az egyéniségükkel, képességeikkel harmóniában, összhangban áll. És ezért remélem, hogy a képzés tulajdonképpen segít nekem abban, hogy a helyes útra tereljem a diákokat. A szerb nyelvű előadások szakkönyvét és segédanyagát a pedagógusok hamarosan magyar nyelven is megkapják majd. A képzés a Szerbiát támogató németországi GIZ projekt keretében az Oktatási Minisztérium támogatásával valósult meg. A hétvégén tartották meg Zentán a köri matematika emlékverseny vajdasági területi döntőjét, ahonnan összesen 7 diák jutott tovább a magyarországi országos döntőre. A Zentán rendezett területi döntőn az általános iskolásoknak 60, a középiskolásoknak pedig 90 percük volt a feladatok megoldására. A tanulók elmondása szerint nem a feladatok nehézségi szintjével, hanem a megoldásra kapott idővel akadt problémájuk. Nekem nem nehéz volt, hanem sok idő kell hozzá nekem, de azért végül sikerült. Csak nem tudom, hogy jó lesz mind. Nem is az, hogy nehéz volt, inkább az idő volt számomra kevés. Talán mindet még tudtam volna oldani, csak kicsit lassan dolgoztam. A vajdasági területi döntőt 4 levelező forduló előzte meg. A szolnoki Küri Alapítvány versenyét Vajdaságban idén is a Zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium szervezte meg. 2010-ben kértek bennünket először fel, hogy próbáljunk meg kapcsolódni, mint külföldiek ehhez a versenyhez. Akkor próbaként csak a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium diákjaival indultunk a versenyen, és mivel a döntőn nagyon szép eredményeket értünk el, elhoztuk az egyik vándorserleget is, ezen felbuzdulva 2011-től már meghirdettük a területi döntőt az általános iskolák és a többi középiskolák számára is. A Küri Matematika Emlékverseny vajdasági területi döntőjén zentai, adai, felsőegy és szabadkai diákok vettek részt. Közülük 2 általános és 5 középiskolás diák képviseli majd Vajdaságot a szolnoki versenyen. A szombaton elhunyt Szeli István akadémikust, irodalomtörténész, egyetemi tanárt ma délután temették el Zentán az alsóvárosi temetőben. Szeli István Zentán született, 1921-ben, itt töltötte gyermekkorát is, így a város mélyen élt lelkében. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, majd Zentán középiskolai, ezt követően Újvidéken egyetemi tanár lett. Irodalomtörténészként mindig a múlt feltárására törekedett. Emlékezett meg egykori kollégájáról, dr. Bányai János, nyugalmazott egyetemi tanár. Feltárni a múltat, hogy jobban értsük a jelent, ezt a gondolatot követte egész pályáján. Miközben szerényen filológusnak tartotta magát, olyan irodalomtörténésznek, aki tudatában van, hogy kutatásai nem öncélúak. A temetésen Dusán Kovácsevics, a Szerb Tudományos Akadémia tagja is felidézte Szeli tanár úr munkásságát. Sirkova Anikó Zenta polgármestere, a város Proúrbe díjasaként és díszpolgáraként emlékezett az elhunytról, Újházi Éva, a Zentai Gimnázium megbízott igazgatója, az iskola volt tanáraként emlékezett Szeli Istvánra. Zentaisága rendkívül meghatározó eleme volt Szeli István életének és munkásságának is. Mindig büszkeséggel tekintett városunkra, és büszkén hirdette ide tartozását, városunk pedig 1997-ben Proúrbe díjjal, 2010-ben díszpolgári címmel tüntette ki. Tanítványai úgy emlékeznek rá, hogy órái élményszámba mentek. Tökéletes kis remek művek voltak. Ő az, aki a nem könnyű tanári szakmában kiválóan bizonyította, hogy csak az övéhez hasonló lemondással, önfegyelemmel, készséggel és szeretettel lehet tanárnak lenni, s másokért élni. Mérvadó és iránymutató volt Szeli István munkássága, áll a Magyar Nemzeti Tanács közigazgatási hivatalának közleményében. Mint olvasható, a Vajdasági Magyar Irodalmi Közösség minden tagja egyként tisztelte és szerette Szeli Istvánt, aki a Magyar Nemzeti Tanács tiszteletbeli tagja is volt. Ahogyan egész közösségünknek, úgy az MNT-nek is igyekeznie kell, hogy megfeleljen Szeli tanár úrnak, áll a közleményben. Nemzetközi bibliai napot tartottak a hétvégén a keresztény értelmiségi kör szervezésében Szabadkán.
Nagy volt az érdeklődés a Biblia napot illetően, hiszen több mint 130 személy vett részt a nemzetközi rendezvényen. Vajdaság több településéről és Budapestről érkeztek a vendégek. Ezeken a bibliai napokon kiragadunk vagy egy-egy könyvet a Szentírásból, vagy egy-egy részletet, valamilyen fragmentumot, amivel kapcsolatban az előadások lehetnek. A bibliai nap témája a szolgáló szeretet a Szentírásban volt. Jézus, amikor idézi a második törvénykönyvből a főparancsot, akkor csak az első részét idézi annak a mózesi törvénynek, ami két részből áll. Az első rész arról szól, hogy Istent szeretni kell, a második pedig, hogy félni kell. És én azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy Jézus a második felét, az Isten félelmet elhagyja. Tudnilik, az, aki fél, az nem tud szeretni. A Szent Jeromos Katolikus Biblia Társulat 1990-ben alakult azzal a céllal, hogy fellendíti az egyházi élet minőségét az anyaországban, illetve azon kívül. Egyebek mellett biblia fordításokkal is foglalkozik. Közreműködésünkkel készült el a világon először a Bibliának, teljes Bibliának a cigán fordítása. A találkozó támogatója ezúttal is a Bethlen Gábor Alap volt. Hetedik alkalommal rendezték meg Bajsán a Prélót, az eseménynek közel 300 résztvevője volt. A csapatok bevonulásával kezdődött immár hetedik alkalommal a bajsai Préló, amelynek közel 300 résztvevője volt. 14 csapat mérte össze erejét és tudását. A vendégeket Lackovics Károly, a bajsai helyi közösség tanácsának elnöke köszöntötte, Bábi Attila topolyai községi elnök pedig meggyújtotta a Préló lángját és megnyitotta a rendezvényt. A bajsaiak ezzel a rendezvénnyel egy tradicionális falusi rendezvényt újítottak fel igazából. Egy olyan rendezvényt, amely télvíz idején egyedüli alkalmat nyújtott arra, hogy az emberek összejöjjenek, barátkozzanak, ismerkedjenek, és hát ez mellett énekeljenek, meséket mondjanak, kézimunkázzanak, különösen szőjönnek, hiszen a nevét a Préló a szövésről, a prédényéről kapta. A Préló összefogás eredménye. Vannak olyan csapatok, akik évről évre jelen vannak, hisz varázslatosnak tartják a rendezvényt. Szombaton tartották Zentán a 14. Hagyományaink ünnepe elnevezésű vajdasági magyar amatőr regionális rendezvényt, ahol mesemondók, néptáncegyüttesek és népzenészek is felléptek. A Hagyományaink ünnepe idén is hagyományos ételek kóstolójával kezdődött. A Művelődési Ház kis termében 8 csoport állította ki hagyományos dióból készült ételeit. Az érdeklődők egyebek mellett diós rétest, diós cukrot és zserbót is kóstolhattak, ugyanis a kiállítás idei témája a dió volt. Minden háznál ugye régen is a diólikőrrel indult a dolog. Utána az is itt van, utána a gurábli, a diós csiga, a diós kosár, a diós cukor, a gyerekeknek az volt, és a diós palacsinta az volt a csúcs nekik. Különféle dobozokat készítünk meg, virág is van, sejemvirágot készítünk, szóval most az idén nagyon sok mindent csináltam. A gála esten 13 műsorszámot tekinthetett meg a közönség. Az egyesületek közül néhányan már több éve részt vesznek a rendezvényen, de akadtak olyanok is, akik most először léptek fel. A gála esten fellépők között nem osztottak ki díjakat, ugyanis a rendezvény nem versenyjellegű. Hangsúlyozta Hajnal Anna szervező. A látott produkciókat a zsűri értékeli. Nagyon fontos az, hogy itt nem díjazásról van szó, hanem arról van szó, hogy felkészülést nyújtsanak a Durindóra, illetve a Gyöngyös Bokrétára, valamint a kiállítás viszont díjazva lesz. Az est végén egy 3 tagból álló zsűri értékelte a hagyományos diós ételeket kiállító csoportokat. Itt 4 kategóriában összesen 8 díjat osztottak ki. Ismét megszervezték a Muzsikáló Családok Házi Muzsikája nevű rendezvényt. A hangversenyt vasárnap a Szabadkai Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület székházában tartották meg. A programban összesen 6 család vett részt, köztük magyarországiak is. Ismét megszervezték a Muzsikáló Családok Házi Muzsikája nevű rendezvényt. A hangversenyt a Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület székházában tartották meg.
Fél százan léptek fel a Muzsikáló Családok házi muzsikája nevű rendezvényen a Szabadkai Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület székházában. A családok Keszthelyről, Csepelről, Soroksáról, Szegedről, Úbecséről, Magyarkanizsáról és Szabadkáról érkeztek. Három évvel ezelőtt meghirdettük a családi együttesek találkozóját. Érdekes módon minden évben 5-6-7 család jelentkezik, és úgy érzem, hogy ez nagyon fontos. Egyes családokból 3 generáció is fellépett. A rendezvényen a legkisebbtől a család legidősebb tagjáig mindegyütt muzsikáltak. Azt mondják, fontos, hogy a gyerekek minél hamarabb elkezdenek foglalkozni a zenével. Minél kisebb korba elkezdjük a foglalkoztatást tartani, tehát először gyerekjátékkal kezdjük el, és utána így már ki lehet a gyerekeket, látjuk, hogy ki az, aki tehetségesebb, és akinek szép tiszta hangja van. A családoknak a zenélés nem csak a hagyomány ápolását jelenti, hanem szerintük összetartó szerepe is jelentős. Úgy látják, ez hozza közelebb és tartja össze őket. Egy jó érzés, egy időtöltés is, és úgy összehozza a családot. A Muzsikáló Családok házi muzsikája rendezvényt 3 éve rendezték meg először, azóta a zenészek évről évre összegyűlnek. A programban minden évben mindegy 6-7 család vesz részt. Hagyományos disznótorra hívták a vendégeket a Topolyai Vásártéri otthonba február 26-án vasárnap. Már a kora reggeli órákban megkezdődött a munka, hisz 9 óra tájékában már a reggelit szolgálták fel. A régi szokásnak megfelelően szalmával pörkölték a sertést, és a húst is ennek megfelelően készítették. Hagyományos ételeket készítettek, melyek elnyerték a vendégek tetszését. Már a kora reggeli órákban megkezdődött a munka, hisz 9 óra tájékában már a reggelit szolgálták fel. Kezdtük a disznópörkölést szalmával, azon kívül a hagyományos vacsorával fogjuk befejezni egészet. És a reggelit is megtartjuk, mint ahogy korábban az őseink is megtartották. Itt egy kis tokaszalonát sütünk, vércsütünk, illetve a sertésmáját fogjuk megsütni, azt fogjuk felszolgálni. A munkálatok vezetője már a reggeli órákban hurkával, kolbásszal kínálta a jelenlevőket, de már a vacsoráról beszélt. Elsősorban ugye az zórja leves, a zórja csontok, az megy a levesnek, utána lesz szárma, az a kóbászósból készül, és utána még hát lesz a pecsenyei, ami a hurka kolbász, töltött hús. Többen szívesen emlékeztek a régi disznóvágásokra. A leglényegesebb talán az, hogy összejött a család. Rokonok, ismerősök, barátok, szomszédok, és egyfajta lakodalom volt végül is már egy ilyen disznótor. Voltunk 20-25-en is gyerekek, pedig alig vártuk ugye a disznófülét reggel, meg a májat, meg a vért és a tokalja szalonnát, ugye. Ezek azok a szép élmények, amik megmaradnak. És soha nem felejtem el, hogy édesanyám a disznótoronként sütötte a legjobb krémest, meg a hájas kiflit. Élőjúságot tartott a 7 nap a hétvégén Tordán, a rendezvényre a 11. Tordai Művelődési Napok keretében került sor. A több mint 2 évtizede tartó együttműködést eredményesnek ítélte meg Dobai János, a tordai helyi közösség elnöke. Dudás Károly a 7 nap főszerkesztője és különleges pillanatnak tekintette az eseményt, melyen utoljára jelent meg ebben a tisztségében. A rendezvény keretében művelődési műsort is láthatott a közönség, amelyen a romániai testvértelepülés néptánc csoportja is részt vett. Környezetvédelmi napot szerveztek az Oromhegyesi faluházban. Környezetvédelmi délután szervezett Oromhegyesen a Magyar Kanizsai Mancs Állatvédő Egyesület, amelyen bemutatkozott a Zöld Világ civil szervezet is, majd pedig kiosztották a madárodú készítő verseny díjait. Az elvárásunk az, hogy minél népszerűbbé tegyük az egyesületünket a község területein, településein belül is, azért, hogy minél több ember ismerjen minket, minél több ember tudjon arról, hogy mennyi kóbor ebb van a községünkben, és hogy minél több állatnak tudjunk gazdát találni, akiknek nincsenek. Miután Vázsonyi Tibor állategészségügyi szakember bemutatta környékünk madárvilágát, kiosztották a Mancs madárodúk készítésére meghirdetett versenydíjait. Milyen odút készítettetek? Mi volt a szempont nálatok, hogy milyen legyen az az odú? Hát, hogy a madaraknak megfelelő legyen, hogy ne ázzon át, és hogy
jó lakhelyet biztosítson a madaraknak. Miből készítettétek az adót? Fából készítettük az adókat. Csak természetes anyagokat használtatok fel? Igen. A versenyre készült több mint 40 madárodut a gyerekek hamarosan kihelyezik a természetbe, a Mancs és a Zöldvilág pedig a község többi településén folytatja bemutatkozó körútját. Híradónk végén nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. 27 EU tagállam külpolitikai tárcavezetői mai brüsszeli találkozójukon megállapodásra jutottak Szerbia Európai Uniós tagjelöltségével kapcsolatban. Ülésezett ma a szerbiai és a vajdasági parlament is, a tartományi képviselőház valószínűleg utolsó összejövetelét tartották ebben a mandátumban. Március 1-től Topolyán is ingyenes jogsegélyszolgálatot indítanak, hogy segítsenek a polgároknak a vagyon visszaszármoztatás és rehabilitáció folyamatában. 7 magyar tannyelven is működő vajdasági általános iskolát is beválasztottak Szerbia legjobb tanintézményei közé. Holnap ismét szubjektíva, a közéleti interjú műsorunk vendége Fremond Árpád, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselője, a gyerekmenüben pedig a kreativitás és a szavalás lesz a téma. További kellemes estét!